Polgármester úr, hol vagyunk most a város melyik utcájában, és milyen probléma miatt kellett most intézkedniük? A Kisvénkerti kertrészen vagyunk, a Barackos utcában egészen pontosan, és néhány bejelentés érkezett, hogy a belvíz itt is jelentkezik ezen a területen. Molnár Pál képviselőtársammal, igazgatóúrral egy bejárást tartunk, szemrevételezzük a terepet. Valóban van olyan rész, a mélyebben fekvő részeken található már belvízes szakasz. Mielőtt komolyra fordulna a dolog, megnézzük, ha bármilyen komolyabb probléma van, akkor természetesen azonnal intézkedünk. A városnak ezen a részén kellett-e már szivattyúzni, vagy valamilyen beavatkozást tenni korábban? Évek ezelőtt, körülbelül olyan 5 évvel ezelőtt volt hasonlóan komoly belvizes probléma, és akkor meg is tettük a szükséges intézkedéseket. Most ezt megelőzően tartunk egy ilyen bejárást. Igen, hogy áll, meddig ér a víz itt? Elértem a kerítés? Hát, nem sok fia van. Nem sok fia. De nem folyt be még. Még nem? Nem. Igen, hát belefolyik a víz. Eddig ér, hát látszik itt ez a vízgyűjtő terület, ez a legmélyebb, de hogy a föld vagy enged kifele, gyönyörűen el fog kivárogni. Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőit kérdezzük. Önök mit tapasztaltak, illetve milyen segítséget tudnak nyújtani ilyen helyzetben? Természetesen mi katasztrófa védelemmel nem tudunk foglalkozni, erre meg vannak azok a szervezetek, akik ezt a feladatot el kell, hogy lássák. Annak ellenére nagyon sok olyan helyzet van, amikor nekünk kell beavatkozni, legalábbis az évek során ezt tapasztaltuk. Föl is készült a Városgondnokság, szerencsére a városvezetés is úgy állt a dologhoz, hogy támogatott bennünket beszerzés, anyag és eszközbeszerzésekbe, vannak szivattyúink, amelyel meg tudjuk az ilyen helyzeteket oldani. Természetesen itt is, hogyha szükségessé válik, akkor a szivattyúinkat el tudjuk indítani, és a megfelelő helyre a kialakult pangóvizet át tudjuk emelni. Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy nincs nagy probléma, mert a lakóházak nincsenek közvetlen veszélyben, valamint az időjárást is, hogyha figyeljük, akkor megszűnnek a fagyos éjszakák, a fagyos hajnalok, a nappalok egyre melegebbek lesznek, a föld fagya, ahogy mondani szokták, kienged, és a pangóvizek el fognak szépen vonulni.